Orbán Viktor szerint szétverheti Európát a migránsválság, ezért meg kell védeni a határokat. 150 migránst fordítottak vissza az osztrák-szlovén határól. Ilyen intézkedésre még nem volt példa. El tudja képzelni, hogy végül nem az öné lesz a TV2? Minden lehet, ez egy furcsa világ, ezt mondta Endi Vajna. Elfogták a rendőrök a kisfiú anyját, akit járókelők találtak meg Miskolcon. Az anya és az élettárs is mást mond arról, hogyan maradhatott magára Gerzsó. Jó reggelt kívánok, ez az ATV iradója 6 órakor. Ma újra megnyitják a Röszke-Horgos határátkelőhelyet, ez a magyar közlönyben jelent meg. A Magyarország és Szerbia közötti határátkelőt Budapest zárta le szeptember 15-én éjfélkor a nagymértékű migráns nyomás miatt. A határt Pintér Sándor magyar és Nebojsa Stefanovic szerb belügyminiszter nyitja meg. A jelenlegi migráns hullám Orbán Viktor szerint szétverheti Európát, ezért a magyar kormánynak az a célja, hogy visszafordítsa a migránsokat. A kormányfő Madridban az Európai Néppárt kongresszusa előtt arról is beszélt, a horvát határ zárva marad, nem várható, hogy megnyitják. Meg kell ugyanis védeni a schengeni határokat. Közben Kovács Zoltán ismét a török-görög határ egységes erővel való megvédéséről beszélt Bécsben egy nemzetközi egyeztetésen. A migráns hullám megsemmisítheti Európát, ezért meg kell védeni a menekültektől. Ezt mondta a magyar miniszterelnök Madridban az Európai Néppárt kongresszusa előtt. Orbán Viktor angolul nyilatkozott a sajtónak. Egyrészről, ami itt történik, az szétverheti Európát, és mi meg akarjuk védeni azt. Másrészről vannak nemzetközi kötelezettségeink, aláírtunk nemzetközi szerződéseket, amelyek egyértelműek, és amelyeket be kell tartani. Ha nem tartjuk be a szabályokat, az káoszhoz vezet. Be kell tartanunk a szabályokat, jelen esetben a schengeni határokat. A kérdésre, hogy miért akarja mindenáron megvédeni a kontinenst, még akkor is, ha az nem akarja, úgy válaszolt, hogy az európai emberek többsége nem ért egyet azzal, ami történik. A horvát tévének a két ország kapcsolatáról is beszélt a kormányfő. Magyarország tiszteli a horvát népet, tiszteli Horvátország megválasztott vezetőit, és fontosak a jó kapcsolatok. Eközben Bécsben horvát, magyar, osztrák és szlovén rendőri vezetők egyeztettek a menekültek szállításával kapcsolatban. Itt a kormány szóvivő megismételte, nemzetközi egységeket kellene felállítani a török-görög határon. Az unió irányába, tehát a továbbmozgást illetően rendkívül határozottan, zártan kell működnie ezeknek a hotspotoknak. Magyarán csak azokat engedheti át, csak azok mehetnek át, vagy mehetnek tovább ezekről a helyekről, akikről már ott helyben sikerül bebizonyítani, hogy valóban üldözöttek, tehát a politikai menedékjogra van esélyük, illetve jogosultak. És a másik irányba, tehát nem az Európai Unió irányába pedig nyitottak kell maradniuk. Mindehhez persze, szögezte le a kormány szóvivő, szükség van a törökök és a görögök együttműködésére is. Az, amit az európai vezetők tesznek menekültügyben, arra nincs felhatalmazásuk az európai emberektől. Ezt Orbán Viktor mondta az állami televíziónak adott interjújában. A miniszterelnök kijelentette, senki soha nem szavazott arra, hogy 100 000 szám migránsokat engedjünk be az Unióba. Szerinte ez az európai demokráciákat is destabilizálja. A kormányfő hangsúlyozta, ami most történik, az inkább Európa lerombolása. Orbán Viktor úgy véli, egy komoly vitát kell elindítani arról, hogy mit akarunk kezdeni a saját kontinensünkkel. Hozzátette, ezt a vitát őszintén, a politikai korrektség nevű szájkosár nélkül, képmutatás nélkül, egyenes, őszinte, érthető módon kell megindítani. 150 migránst fordítottak vissza az osztrák-szlovén határól és küldtek vissza Szlovéniába. A meredékkérők vonattal mentek Karintia irányába, beutazásukat az osztrák rendőrség utasította vissza, és a szlovén hatóságuk gondoskodtak visszaszállításukról a szlovéniai Jesecice városánál. A stájerországi rendőrség vezetője arról is beszámolt, hogy néhány menekült hamisított dokumentumokkal próbált bejutni az országba, így őket nem engedték be Ausztriába. Közben több száz menekült kezdett el tüntetni a szlovéniai Dobován egy ideiglenes menekülttáborban. Azért kezdtek demonstrálni, mert hiába vártak arra, hogy tovább szállítsák őket Ausztriába.
A menekültek segítsetek rajtunk és SOS feliratú táblákat tartottak a magasba. A tábor ugyanis gyakorlatilag egy kerítéssel körbevett szabad terület, ahol a szabad ég alatt fekszenek, ülnek a migránsok. Az egyetlen infrastruktúrát a mobil WC-k jelentik. Sokan tüzeket gyújtottak, annak ellenére, hogy éppen emiatt égett le egy közeli táborban 27 sátor. A dobovai tábor körül hatalmas a készültség. A rendőrök mellett a szlovén hadsereg katonái is biztosítják a területet. Sok páncélozott csapatszállító járművet is látni. A rendőrök a helyszínen úgy tájékoztatták az MT-t, hogy még szerdán tovább szállítják Dobováról a migránsokat Ausztriába buszokkal vagy vonattal. Már az sem biztos, hogy Andy Vajna megkapja a TV2 vásárláshoz szükséges hitelt, tudta meg a vs.hu. A portál szerint az elmúlt időszakban több bank is meggondolta magát. A jogi zűrzavar miatt ugyanis a pénzintézeteknek már kockázatos üzlet lenne egy mostani gigahitel nyújtása. Közben Fonyó Károly cége továbbra sem kérte a versenyhivatal jóváhagyását a TV2 megvásárlásához. Andy Vajnáék már múlt héten kezdeményezték az eljárást. Látszólag nem akarta titokban tartani találkozóját a TV2 két mostani és a szándékai szerint leendő tulajdonosa a belvárosban. Az Index fotósa készítette róluk a képet, de a 444.hu egyik olvasója is felismerte őket. Az asztaltársaság reményei szerint Andy Vajna vásárolja meg a TV2-t Simon Zsoltól és Ivon Dederiktől. Az előírások szerint a vásárláshoz a versenyhivatal jóváhagyása is szükséges. Andy Vajna cége, a Magyar Broadcasting Kft. Már múlt héten pénteken kérte a hatóság jóváhagyását. A versenyhivatal várhatóan november közepéig dönt is az ügyben. A vs.hu információi szerint azonban más miatt is meghiúsulhat a kormánybiztos üzlete. A portál úgy tudja, nem biztos, hogy adnak hitelt az ügyletbe bevont bankok. Fonyó Károlyék még mindig nem kérték a versenyhivatal jóváhagyását. Amennyiben megteszik, még egy furcsa helyzet is előállhat. Elméletileg az is elképzelhető, hogy mind a két szerződő fél megkaphatja az elvi hozzájárulást a versenyhivataltól, de a versenyhivatal fel fogja tárni a háttereket, és mondom, az a legfontosabb a versenyhivatali eljárás szempontjából, hogy azáltal, hogy a jogügylet létrejön, valamelyikük domináns piaci szereplővé válik-e vagy sem. Mindennek persze nagyon sok feltétele van az ügyvéd szerint. Legkésőbb a hétvégén megtesszük ezt a feljelentést. Közben színlelt gazdasági tevékenység és csalás gyanúja miatt fordul a hatóságokhoz az együtt. A párt azonban nem a mostani, hanem a 2013-14 fordulóján kötött szerződéseket vitatja. Szigetvári Viktor szerint ugyanis az elmúlt napok információi azt bizonyítják, igazuk volt, amikor azt állították, hogy a TV2 megvásárlása nem tisztázott körülmények között zajlott. A pár gyakorlatilag egybekezdéssel egészíti ki a tavalyi feljelentést, amely szerint Simon Zsolt és Ivon Dederik Fonyó Károly strómanjai voltak, vagyis csak úgy vásárolhatták meg a tévétársaságot, hogy egy harmadik féltől több milliárdos kölcsönt kaptak. Azt állítjuk, hogy ez csalás, a felek megtévesztették részben akár egymást is, részben a hatóságokat is, ebben az ügyben a rendőrségnek le kell folytatni azt a nyomozást. A következő dolog, hogy vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezünk Simon Zsolt és Ivon Dederik ellen a NAV-nál, a Nemzeti Adó és Vámhatóságnál. Szigetvári Viktor hozzátette, azt szeretnék megtudni, hogy Simon Zsolt miből tudta a kölcsön felét visszafizetni, ha korábban úgy nyilatkozott, hogy nincs ekkora magánvagyona. Az együtt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a versenyhivatal vizsgálatát is sürgeti az ügyben. A már említett találkozó után a belvárosi étteremből távozóban Andy Vajna interjút adott az Indexnek. Azt mondta, megvette a TV2-t, a többiről nem tud. A kormánybiztos azt is mondta, nincs oka rá, hogy Fonyó Károllyal tárgyaljon, de nem is érdekli, hogy mit csinál a Simicska Lajoshoz sok szálon kötődő üzletember. Minden jogi dokumentet átnéztünk, megnéztünk, az ügyvédek jóváhagyták, és ők szavatolják. Én nem kormánypárti vagyok, vagy leszek. Én azt szeretném, hogy egy izgalmas, érdekes televíziót építsünk, ami sikeres lesz. El tudja egyébként képzelni, hogy végül nem az önné lesz a TV2? Minden lehet. Ez egy furcsa világ, nem? Most pedig megmutatjuk, hogy miről lesz szó még a híradóban. Sem Áder János, sem Orbán Viktor nem vesz részt a nemzeti ünnepen, mindketten külföldön lesznek aznap. Nemzetközi hadgyakorlat 900 katonával Gyula Firátótól, még a varacskos disznó bújnévre hallgató tankgyilkos repülőket is bevetették. Sem Áder János, sem pedig Orbán Viktor nem vesz részt az október 23-ai ünnepségeken, mindketten külföldön lesznek aznap.
Az államfő Bajorországba megy, csütörtökön a müncheni főkonzulátus ünnepségén mond beszédet, de ellátogat például a BMW-hez is, pénteken pedig a bajor miniszterelnökkel találkozik. Orbán Viktor először Madridban az Európai Néppárt tisztújításán vesz részt, majd Brüsszelbe megy a rendkívüli uniós csúcsra. Amikor a kormány diktátumokkal akarja meghatározni a gazdaságfejlesztés irányát, az zsákutcát jelent. Ezt mondta Lázár János a Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel való megbeszélésén. A miniszter szerint a jövőben a gazdaság szereplőinek igényeit figyelembe kell venni a kiírt uniós pályázatoknál úgy, hogy azok valóban a gazdaságfejlesztést szolgálják. Annak érdekében pedig, hogy a vállalkozások könnyebben hozzáférhessenek az uniós pályázatokhoz, a jövőben a támogatások nagyobb részét felhasználhatják majd előlegként, jelentette be Lázár János. A kormány a következő napokban úgy fogja módosítani a vállalkozók számára a pályázati lehetőséget, hogy a rendelkezésre álló vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás 50%-a egy vállalkozó számára pályázati előlegként a beruházás megkezdésekor lehívható. Tehát nem 30%-os előleg lesz, hanem 50% előleg lesz. Folytathatja az eljárást Horvátország Hernádi Zsolt ellen. A MOL elnök vezérigazgatóját azzal vádolják, hogy 2009-ben több millió euró kenőpénzt fizetett az akkori horvát miniszterelnöknek az INA irányítási jogáért cserébe. Bár a magyar bíróság tavaly decemberben felmentette Hernádi Zsoltot a vádak alól, a mostani jogerős bírósági ítélet szerint a magyar hatóság nem dönthet a vesztegetés kérdésében, vagyis Horvátország folytathatja az eljárást. 2 év fogházbüntetésre ítélte a Soproni Bíróság azt a 71 éves férfit, aki 2 évvel ezelőtt a győri női kosárlabda csapat buszának tragikus balesetét okozta, de nem kell börtönbe mennie. A balesetben 2 meghaltak, és szinte mindenki megsérült. Azóta kiderült, hogy 2 játékos sérülése maradandó. Nekik a pályafutásuk végét jelentette a szerencsétlenség. Sehogyan. Nem hiszem, hogy ezt ember fél tudja dolgozni. Ezt mondta stábunk kérdésére a férfi, akit a bíróság most ítélt el a 2 évvel ezelőtti győri kosárlabdázókat ért baleset okozása miatt. A Vitnyit közelében történt balesetben a csapat edzője a kórházba szállítás közben, míg a klub igazgatója a helyszínen meghalt. A csapat tagjai közül pedig nagyon sokan szenvedtek súlyos, akár maradandó következményekkel járó sérüléseket. A balesetet ezzel a sárgaladával okozta a kapuvári férfi. A vizsgálatok szerint valamit keresett a kesztyűtartóban, közben letért az útpatkára. Innen még visszakormányozta autóját, de a kacsázó jármű áttért a szemközti sávba. Ekkor érkezett a kosárlabda csapat busza, melynek vezetője nem tudta elkerülni az ütközést. Bűnös, egy rendbeli halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségében. A bíróság ezért 2 év szabadságvesztésre és 5 év közötti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház. A szabadságvesztés végrehajtását a bíróság 3 évre felfüggesztik. A bíró az indoklásban kiemelte, hogy a balesetet okozó férfi az ütközéskor maradandó sérüléseket szenvedett. Az eljárás közben folyamatosan beismerte bűnösségét, és többször is sajnálatát fejezte ki az áldozatok és a sérültek iránt. Az idős férfit láthatóan megtörte a 2 évvel ezelőtti tragédia. Azt mondta, hogy a baleset után csak 1 sérülttel tartotta a kapcsolatot. Nem találkoztam egyel se. Nem is láttam őket. Egyáltalán tartottam a kapcsolatot addig, amíg a kórházban voltam. Aztán az kiment külföldre dolgozni, azóta nem találkoztam egyikkel sem, még nem is hallottam róla. A bíróság első fokon meghozott ítéletét az ügyész és az idős férfi, valamint a védője is elfogadta, így az jogerős. Elfogták a rendőrök annak a kisfiúnak az anyját, aki magára hagyva sírdolgált az utcán Miskolcon. Hogy Gerzsont miért hagyták magára, arról az anya is és az élettársa is mást állít. Az anya azt mondja, az élettársával hagyta otthon a gyereket. Az élettárs szerint az anya ment el a gyerekkel otthonról. Ezen a padon üldögélt a kisfiú, akire egy járókelő figyelt fel még hétfő délután a Stadion utcában. A sírdogáló gyerektől semmit sem tudott meg, így aztán értesítette a rendőröket. A járőrök a kisfiút azonnal a megyei kórházba vitték, itt készült róla ez a fénykép. Elhelyeztük a gyermekosztályunkon,
ahol kivizsgálásra került sor, fizikailag épp, egészséges, nem fogyatékos gyermekről van szó, aki úgy tűnik, hogy kevéssé volt nevelve, mert csak néhány szót tud beszélni, de még egyszer mondom, nem fogyatékos gyerekről van szó. Élénk környezetével megbarátkozott, tehát ő jól érzi magát. A kisgyerek 34 éves anyját a rendőrök ma találták meg. A nő tagadta, hogy magára hagyta volna a kisfiút. Elmondása szerint az élettársával történt egy családi veszekedés, és ennek során hagyta el az otthonukat, azonban a gyermeket ő otthon hagyta az élettársára bízva. Az élettársnak a véleménye és vallomása az ezzel ellentétes, hiszen ő elmondta, hogy az élettársa, illetve a kisgyermek néhány nappal korábban őt ott hagyták. A nő élettársának ismerősei azt mesélték, hogy a férfi és a nő között gyakoriak voltak a veszekedések. Azt is mondták, hogy ilyenkor a nő többször is eltűnt, de hosszabb, rövidebb idő után újra és újra felbukkant. A szakember szerint a kisfiú életére is kihatással lehet ez az ügy, és az is, ahogyan eddig foglalkoztak vele. Nem mondhatjuk, hogy pánikba esett, hiszen még erre sincs mintája, de igazán ez nagy problémát neki majd tinikorba, felnőttkorba fog okozni, amikor nehezen fog tudni kötődni, nehezen fog párkapcsolatot kialakítani, és akkor is mindig alárendelő szerepet fog betölteni. A kisfiú anyja ellen eljárást indítottak. A kisgyerek sorsáról rövidesen döntenek, de a legvalószínűbb, hogy elveszik anyjától. Közösen léptek fel egy elképzelt ellenség ellen magyar és amerikai katonák egy hadgyakorlaton. Összesen 900 katona vett részt a látványos gyakorlaton, ahol még varacskos disznókat is bevetettek, de nem az állatokat, hanem a repülőgépeket. Helikopter érkezett a sérült katonáért, majd miután a társai a gépbe tették, azonnal el is ment a sebesülte. Mindezt folyamatosan ropogó ellenséges tűzben. Magyar-amerikai közös hadgyakorlaton próbálták a két hadsereg együttműködését, de rajtuk kívül összesen 7 nemzet katonái voltak részesei a bemutatónak. A két hadsereg egységei a legkülönbözőbb szinteken működnek együtt, mondja az amerikai hadsereg századosa. Lövészek, tüzérségi és légi támogatással közösen hajtják végre a feladatot, hogy kiderüljön, a két hadsereg miként tud közösen fellépni egy elképzelt ellenség ellen. Már a gyakorlat előtt tudni lehetett, hogy mi is fog történni. Igaz, ezeket a kifejezéseket javarészt csak a 900 katona értette, akik részesei lehettek a 6 hetes kiképzés végét jelentő mozzanatnak. Lesz egy halogató mozzanat, egy védelem és egy ellenlők is végrehajtása. Mindezeket kíséri egy légi támogatás, illetve folyamatos tüzérségi támogatás. Összesen 900 katona részvételével és több mint 300 eszköz felhasználásával hajtották végre az éles lövészetet. A képzeletbeli ellenséggel együtt küzdöttek az orosz gyártmányú T-72-es harckocsik és az amerikai Humvee, miközben a levegőben a magyar Grippenek az amerikai A-10-esekkel, a varacskos disznó gúnynévre hallgató tankgyilkosokkal segítették a földön harcolókat. A gyakorlaton természetesen a magyar-amerikai közös hadtest győztesen hagyta el a csatateret. Közzétette John Brennan, az amerikai központi hírszerző ügynökség igazgatójának útlevél és társadalombiztosítási számát, valamint családtagjainak lakcímét és telefonszámait a WikiLeaks. A CIA vezér adatai e-mail fiókjából egy általa 2008-ban kitöltött nemzetbiztonsági átvilágítási kérdőívből származnak. A CIA nyilatkozatban ítélte el a személyes adatok rosszindulatú közzétételét, amelyet bűncselekménynek, a Brennan családot pedig a bűncselekmény áldozatának minősítette. Az információk feltehetően attól a hackertől származnak, aki a New York Post című bulvárlapnak vasárnap elmondta, hogy hozzáfért a hírszerzési igazgató és az amerikai belbiztonsági miniszter elektronikus magánlevelezéséhez. A híradónak vége, de már is kezdődik a világhíradó, nem búcsúzom, várom Önöket.